A klímaváltozás nem egy tőlünk független, távoli tájakon lezajló jövőbeni esemény. Hazánkban is drasztikus változásra kell készülnünk, már most is a következő évtizedekben. Mennyire leszünk képesek mérsékelni a kibocsátást és a hatásokat? Milyen mértékben tudunk alkalmazkodni az éghajlatváltozás jelentette hatásokhoz egyéni és közösségi szinten? Erről beszélgettem az Ökorégió Alapítvány a fenntartható fejlődésért elnökével, Kocsis Anikó ökológussal. Azt szoktam mondani, és sajnos ez a tény, hogy nagyon sokat kell azért annak érdekében tennünk, hogy egyre kevésbé rossz környezetbe kelljen élnünk, mert hogy rosszabb körülmények között fogunk élni, az 100% biztos. Itt az a kérdés, hogy ez a környezet az mennyire lesz rossz. Például hány generáció van még úgy előttünk, akik számára egyáltalán a civilizált élet és az élhetőség körülményeit meg tudjuk őrizni. Tehát ez egy rendkívül fontos kérdéskör. A Kaposmenti Terület és Vidékfejlesztési Társulás, ez Dombóvár járásban helyezkedik el, 15 kisebb-nagyobb település a tagja, és még 2018-ban elnyert egy KEHOP környezet és energiaoperatív programtól támogatást arra, hogy elkészítse a társulási szintű klímastratégiáját, illetőleg egy ehhez kapcsolódó, szemletformáló programot valósítson meg, aminek most értünk a végére. Ezekben az ajánlásokban gondolom a konkrét cselekvés is meg van határozva. Holdraszállásnál elhangzott az a mondat, hogy kis lépés egy embernek, de hatalmas lépés egy emberiségnek. Így kell elképzelni ezt, hogy valaki elkezdi például tudatosan, szelektíven gyűjteni a hulladékot, vagy valami hasonlók vannak ebben megfogalmazva? Ezek is meg vannak fogalmazva, mindenkiben tudatosítani kell, hogy mindenki felelős. A szükséges cselekvéseknek a terepe lehet olyan, ami a társulás minden településére vonatkozik, van, amelyik csak néhány településre, és vannak általános érvényűek, ami mondjuk minden háztartásra vonatkozik. Kocsis Anikó szerint a ruhavásárlási szokásokat is át kell alakítani. Az úgynevezett fast fashion hálózatok nem segítenek a klímaváltozás lassításán munkálkodóknak. Ha azonban egy használt farmerből bevásárló szatyrot varrat magának egy háziasszony, akkor nem csak a hulladékkezelés tekintetében, hanem a csomagolóanyagok terén is azonnal klímatudatosan cselekedett, feltéve, ha valóban elviszi magával a bevásárlás alkalmával. De sajnos szükség van a háztartásoknál, lakásoknál, házaknál ennél nagyobb léptékű változtatásra is. Óriási az épületeinknek az energia szükséglete. Ez az egyik probléma, tehát le kell csökkenteni ezt az energia szükségletet. Ezt többféle módon lehet lecsökkenteni. Egyrészt a meglévő lakásállománynak az értelmes, okos, klímatudatos felújításával. Másrészt pedig egyre inkább alkalmazzunk el a felújításoknál is, illetőleg az új építésű épületeknél pedig pláne a fenntartható klímatudatos építészeti módszereket. Az épületeknek a nyári felmelegedése, az most már a téli fűtési szezonnál is nagyobb problémát kezd jelenteni. Így, hogy egyre jobban melegszik az éghajlat, és egyre gyakoribbak és hosszasabbak a nyári hőhullámok, így hát egyre több épületben meg kell oldani a klimatizálást. Hogyha ezt mesterséges klímával oldjuk meg, akkor a katasztrofális hatással van az energia felhasználására. Éppen ezért javasol minden ökológus hajnali, esti szellőztetést, az árnyékolók és egyéb olyan praktikák használatát, amely nem használ energiát, hétköznapi nyelven szólva nem pörgeti sem a villanyórát, sem a gázórát. És hogy az előbb a háztartás vezetésétől szintet léptünk a ház energetikájáig, most ismét ugrunk egy nagyot a globális problémák felé. A klímaváltozással egyre csökkennek a rendelkezésre álló ivóvízkészletek, miközben az emberiség lélekszáma ugye folyamatosan növekszik. Tehát egyre több ember között kell elosztanunk egyre kevesebb ivóvizet. Egyszerűen háborúk fognak indulni az édesvízért, hogyha nem sikerül bizonyos környezeti paraméterek között tartanunk az ökológiai rendszert. És mindeközben mi itt Európában
meg a világ számos pontján ivóvízzel öblítjük le a WC-t. Minden nap, amikor bemegyünk egy boltba és vásárolunk, akkor hatással vagyunk az éghajlatra. Méghozzá azért, mert nem mindegy, hogy hol, mit, milyen körülmények között előállított terméket vásárolunk. Nem mindegy, hogy mennyit szállították azt a terméket. Logikus, hogy minél inkább helyi termék az a termék, vagy legalább magyar termék, annál kevesebbet szállították, annál kevesebb üvegházhatású gáz került a levegőbe. És itt állítottuk meg hatodszor a felvételt, a háttérben elhaladó dízelmozdony vontatta a szerelvény hangja miatt. De azt gondolom, hogy elegendő információt gyűjtöttünk össze, és bár Kocsis Anikó nem épp pozitív képet festett a következő évtizedekről, az ilyen kisfilmek is segítenek, hogy tudatosabban cselekedjen mindenki a környezeti változások lassítása érdekében.